De ez egy tavi rózsa. Akkor egy tavi lótusz. Tavi. Tavi lótusz. Megnézte a tavi lótusz. De hogy minek, nem tudom. Ja, azt mondták, mert a múzeumban jó, volt. Igen. Megnézte a virágot, elment abban a hülye múzeumban, és megláttuk a... Sziasztok, daráljunk. Fú, derék daráltunk. Hát igen, nem nagyon volt időm. Ez lesz az év utolsó előtti videója, és az utolsó darálója. Amolyan karácsonyi kiadás. Ja, karácsonyi külön kiadás. Méghozzá azért karácsonyi külön kiadás, mert egy karácsony témájú pályát fogok most széjjel darálni. A készítő Slaki, vagy Slaki? Hát nem tudom, mindegy, kiírom. Tehát S-L-A-K-Y. Én Slakinak fogom mondani. Olyan angolosnak tűnik. Szóval Slaki csinálta, és kifejezetten a karácsonyi darálóra, a karácsonyi külön kiadásra készítette a pályát. A pálya címe Csabusa és a karácsony. Akkor start! Már mindjárt az infokkal gondolkodtak, de ezt majd a megfelelő helyen mondom. Tehát így kezdünk a nagy büdös semmiben. Volt nálam egy csákány, meg egy atomübertáp sétapálca. Nem, ez csak egy bot átnevezve atomübertáp sétapálcának, ez is csak egy hamisítvány. A nyomónak pedig azt mondta, már megint egy új nap, illetve valószínűleg én mondom. Hányadika is van? Várjunk csak, hisz ma van karácsony. Ó, nem vettem semmit az anyukámnak. Megvan, sütök neki egy tortát, biztos örülni fog neki. Ma átadom neki a tortát a nagy karácsonyfa alatt. Bemegyek a városba összetevőkért. Összetevők, tojás, tej, cukor, búza. Hát akkor induljunk. Először a tojásoshoz menj. És közben meg is érkeztem a házba, gondolom aludtam. Van itt egy láda, benne csabulás, mikulás jelmez, tonhal, csákány, meg nyilvessző. És egészen véletlenül a szemben lévő fal tele van tapétázva, a játékmód legyen peacefullon, survivalba játsz, kövesd a feladatokat, a tojásoshoz menj először. Pályát Slaki készítette. A falusiakkal úgy tudsz kereskedni, hogy jobbkat tolsz az NPC-re és beteszed a tárgyat. Szóval úgy, mint sima falusiakkal. Most azért kap pluszpontot, mert emlékeztet a játékost a játéknak egy funkciójára, amit a pályán nagyon fontos. Többször tapasztaltam már, hogy hát nem mindenki ismeri teljesen a játékot. Például láttam már olyat, hogy volt, aki nem tudta, hogy a chatre például lehet olyan szöveget írni, amire lehet kattintani. És ki volt írva, hogy kattints ide, és nem értette, hát hogyan, nyomta az eszket, az ebetűt, csak a chatet nem. Az ajtó túloldalán karácsonyi hangulatot idéznek a hópelyhek és a félig kitakart karácsonyfa. Igen, a házamra rá van írva, hogy az enyém, ez a kő valami, itt pedig a tortasütő gépezet, hát magyarul kemence. Aztán még két tábla, érdekes, itt nem gépezetet, hanem szerkezetet ír, alapanyagokat NPC-ktől tudod megvenni, jobbkat rájuk. Jó, ez már egy kicsit túlzás volt, hogy mindent két helyre ír ki, de oké, végül is bolond biztos a pálya. És akkor jött az a rész, hogy kóvályogtam a faluban, és kerestem azt az átkozott NPC-t. Azért volt egy előnye a dolognak, megismertem jól a falut, az építés teljesen jó, korrekt, szép. Akkor ugorjunk arra a részre, amikor végre megtaláltam a tojáskereskedő táblát. Ha meghúzok a kart, akkor meg is születik a tojáskereskedő, én véletlenül kétszer húztam meg, úgyhogy ikreim lettek. Jó napot, egy darab tojást szeretnék vásárolni. Jó napot, két darab emerald lesz. Jó ég, nekem nincs annyi. Nincs, akkor szeretlen és jöjjön vissza. Miután végezte a feladattal, menjen a teljeshez. Feladat bányasz ki a hegyben lévő emerált kőzetet, majd menj vissza a tojásoshoz és vedd meg a tojást. Szükséges 10 emerált. Kiskeresgélés után meg is találtam a hegyből kiálló emerált kőzetet, és kezdetét vette a nagy bányászat. Sensei érzékem azt súgta, hogy még szükségem lesz smaragdra. Szükségem lesz smaragdra, úristen. Szóval egy kicsit többet bányáztam. És most jön a nagybaki. Megnyitom a falusival a kereskedős gujit, és ott a dobókocka. Ugyanis az van, hogy kedves Slaki elküldte e-mailben a pályát, de Facebookon írta meg, hogy milyen verziót használjak. Mivel én az e-mail elolvasása után azonnal végigvittem a pályát, és... ha nem írjátok oda, akkor 1.8-at használok. Ő viszont
számos azonosítót használt, ami 1.7-ben működik, de 1.8-ban már nem. Úgyhogy kockák vannak mindenhol. Mondjuk megoldott volna mindent, hogyha már 1.7-ben rászokik a szövegesre, és akkor játszhatom 1.8-at is. Szokjátok meg a szöveges azonosítót és az 1.8-at. Lássuk a teljest. Teljes bácsikat tevétel. Kar és a ház megszüli a falusit. Jó napot, 3 darab teljes vödröt szeretnék venni. Jó napot, hát nincs kóbászból kerítés, de 1 fenyőt 15 egész dinnyért odaadom. Rendben, hazamegyek értük. Ha megcsinálod a küldetést, menj a cukroshoz. Szegény. Feladat, menj haza, és a házad melletti dinnyerakásból bonts annyit, hogy 15 egész dinnyének megfeleljen. Szükség 15 egész dinnye. Tetszik, hogy mindig összegzi a feladatot. Van egy hely, hogyha eltévedek, vagy elfelejtem, vagy nem tudom, beverem a fejemet, akkor tudom, hogy hová kell néznem, hol kell keresnem, hogy mit kell csinálnom. Viszont az alatta lévő, ez a szükség rész, ezt olyan feleslegesnek tartom, ez az összefoglalás összefoglalása. Értem, hogy milyen akar lenni, de szerintem nincs rá szükség. Miután kidínye bányászkodtam magamat, visszamentem és vettem 3 dobókocka tejet. Lássuk azt a cukrot, egy kar és a cukros megszületett. Jó napot, 2 marék cukrot szeretnék vásárolni. Jó napot, 64 nyilvessző kellene érte. Hát, most elmegyek, nem sokára jövök a nyilakkal. Rendben, addig félreteszem ennek. Ha végezte a feladattal, menj a búzáshoz. Feladat, szerez 64 nyilat, az utcákra kitett ingyen nyilas ládákat. Ja, kitettek ingyen nyilas ládákat. Azokat nézd meg, hát ha van még bennük valami. Szükséges 64 nyil, igen. Poén az, hogy amíg én keresgéltem az embereket a faluban, gyűjtögettem is a nyilvesszőket, és 56-ot sikerült összeszedni. Még véletlenül is a 64-et. De gyorsan találtam még egy ládát, amit nem fosztottam ki, így tudtam menni 2 dobókocka cukrot. Ami azt illeti, a búzásra találtam meg a legnehezebben, legalább 2-szer végigjártam az összes házat, mire észrevettem, hogy a búzás az nem házban van, mint eddig a többiek, hanem neki egy ilyen kis bódéja van, vagy mi a túró. Jó napot, 3 dobókocka búza kellene. Jó napot, egy üllő kéne nekem, a testvérem Kovács, de összevesztünk. Én nem ad nekem üllőt, üllő kéne. Én szerzek a testvérétől, csak nincs kulcsom, hogy bemenjek a műhelyébe. Ja, hogy meg ki fogom rabolni az öccsét. Neked van? Nekem van, odaadom, tessék. Ő meg segít, hogy kiraboljam az öccsét. Oké. Sajnálom, hogy összevesztek, de mindjárt hozom az üllőt. Várjon. Ha végezte a küldetéssel, vedd meg a búzát, és süss egy tortát. Majd add oda az anyukádnak, aki a nagy karácsonyfa alatt áll. Feladat. A búzás testvérétől, azaz a Kovácstól szerezz egy üllőt. Szükséges egy üllő, igen. Irány a Kovács háza, lerakjuk a kart. Bent még egy kar, megszületik a Kovács. Jó napot, 1 dobókocka üllőt vennék. Jó napot, 10 emerald lesz. És tudtam, a szenszei érzékem nem hagyott cserben. Rendben, már is fizetem, még szép. Ha végeztél a küldetéssel, vedd meg a búzát és üss egy tortát. Igen, majd add oda az anyukádnak, aki a nagy karácsonyfa alatt áll. Igen, kicsit sokat ismétli, hogy mi a feladat. Vissza a búzáshoz, és itt jött az, hogy nem fogadt el az üllőt. Pedig látszólag fölismeri, tehát ott van Envil, a tárgynev, vagy azonosítója Minecraft 2.Envil, tehát látszólag ugyanaz a tárgy, de mégse. Úgyhogy itt kénytelen voltam átváltani tényleg textúrás tárgyakra. Csiribú, csiribá! Na, már is csinosabb, és megkapjuk a 3 dobókocka búzát. Ami azonnal textúrás búzává változik. Bedobáltam a gépbe a hozzávalókat, természetesen nem kaptam meg a tortát, mert számos azonosító van, és azt nem fogadja el, úgyhogy csiribú csiribá, és megvan a torta, a nyomás a nagy karácsonyfa. Anya bár biztos nagyon fázik. Anyunak is van egy ilyen bódéja, csak akkor nyom meg, ha megvan a torta, megvan. Szia anya, boldog karácsony, sajnos csak egy tortát tudtam neked sütni, csak egy tortát. Nagyon örülök a tortának, főleg annak, hogy te sütötted, köszi! Most itt a te ajándékod! Tedd a resztonfákját a lime zöld gyapjúra. Valójában nem kaptam, de úgy csináltam, mintha kaptam volna, így a fákját le tudtam rakni. Teleport, fej, tábla, húzd meg, kar, boldog karácsonyt, atomübertáv sétapálca. Mi? Mapot, meg egy liter water, készítette Slucky, YouTube, The Slucky is, oké. Okay.
Hogy jön ide az atomübertáv sétapálca? Atomübertáv sétapálca. Ezen most el fogok gondolkodni szilveszterig. Tehát ez volt Csabusa és a karácsony, összefoglalás. Az építés az teljesen korrekt, élvezhető volt, teljesen jó. A falatok nem voltak nagyon különlegesek, vagy nem volt nagy kihívás, de még ez is ezerszer élvezhetőbb volt, mint ha mondjuk az lett volna, hogy a tojásos azt mondja, hogy menj le a pincébe és hozz neki valamit, és a pincébe ilyen láva csapták vannak, és parkúrozni kell. Szóval ez sokkal jobb volt annál. Mert ennek legalább volt értelme. A történet is teljesen rendben van, süssünk tortát anyucinak, nagyon aranyos. Bár meghittebb lett volna, ha nem egy ronda falusi lett volna az anyukám, de így is jó. Nem az évszázad pályája, de sokkal egységesebb, sokkal értelmesebb. Tehát nem az van, hogy feladat, egymástól teljesen különböző próbák, se a történet se ez, se a környezetben nem illenek bele. Szóval itt minden passzol, és tehát egy intelligensebb a pálya, jobb a felépítése. Tehát ez volt a karácsonyi daráló. Idén még egy pálya lesz, egy videó lesz, igen, ez egy pályának a trélere, amit láthattok Csabinyó és Big Studio csatornáján, ugyanis pár ember előre megkapta. De mindenkivel ma csak hétfőn fogom megosztani. Hát akkor boldog karácsonyt, immunrendszerben gazdag ünnepeket, boldog új évet, és a kézikönyv óvjon! It's Christmas night and everybody's eating. Telephones are ringing, asking to take part. It's Christmas night. Karácsonyi torta recept Csabusával. Hozzávalók: 3 dobókocka tej, 2 dobókocka cukor, 1 dobókocka tojás, 3 dobókocka búza,